Ahogy arról pénteki híradókban beszámoltunk, hiába könnyítették meg a magyar állampolgárok számára a határátlépést Ukrajnába, valójában nem elég felmutatni a védettségi igazolványt. Azóta, ha lehet, tovább bonyolódott a helyzet, hiszen az ukrán hatóságok azonnal visszafordítják, aki Sputnik V oltást kapott. A korábbi záhonyi határátkelő parancsnok szerint politikai okokra vezethető vissza az orosz oltóanyag tiltása. Péntek óta hivatalosan könnyebben juthatnak át a magyar állampolgárok az ukrán határon, elég csak a védettségi igazolványt felmutatni. Ez a valóságban korán sem ilyen egyszerű, a magyar igazolvánnyal önmagában nem lehet átlépni a határt, sőt a záhonyi határátkelő volt parancsnoka azt állítja, hogy aki az orosz Sputnik V oltást kapta meg, azt visszafordítják az ukrán rendőrök. Az ukrán szervek nem engedélyezik a Sputnik oltását, hát különböző politikok miatt. Bármilyen más oltóanyagot elfogadnak, de a Sputnikot nem. Na most, ha olyan magyar állampolgár utazik ki, akinek a papírján rá van írva, hogy Sputnik, hát nem örülnek neki az ukrán szervek, hatóságok, és ha lehet, akkor belekötnek. Ez mit jelent? Visszafordítják. A kettős állampolgárok könnyebb helyzetben vannak, mert mindkét útlevelüket maguknál hordják. Az ukrán oldalon az ukrán, a magyar oldalon a magyar útlevelet használják, így nem lehet belekötni abba sem, melyik ország védettségi igazolványát használják. A záhonyi lakosok már egyáltalán nem járnak át Ukrajnába, mert tapasztalataik szerint nem fogadják el a magyar védettségi kártyát. A mi oltási igazolványunkkal nem lehet átmenni, nem engednek át bennünket, onnan viszont jöhetnek. Tehát ennyit tudok csak, nem is próbálkozunk, mert ugye nincs értelme. Úgy tudjuk, akinek szerencséje van és minden papírját rendben találták, annak még egy úgynevezett COVID biztosítást is kötnie kell, ami 15 napig érvényes, és fejenként átszámítva 5000 forintba kerül. A magyarok nagy része ezért inkább felhagyott az ukrán bevásárlással, hiszen így már nem éri meg sem anyagilag, sem pedig azért, mert túl sokat kell várni a határon a papírok ellenőrzése miatt.